Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és azt szeretném önöktől kérdezni, hogy hát mondjuk akkor legyen így, akkor nem kérdezem meg, akkor állva fogok beszélni. Az a címe a szövegnek, egy idézet, egy Székely Magda nevű kiváló költő nagyszerű versének zárósora úgy hangzik, hogy tűz ne hújjon Szodomára, nyilván utalása a híres bibliai történetre, amelyben Ábrahám próbál megalkudni a seregek urával, hogy hány igaz embert kell találnia ahhoz, hogy Szodoma ne pusztuljon el. A mottója kint úgy döntöttem, hogy a teljes szöveget oda fogom pakolni az előadás elé, és ez úgy hangzik, most tapintatlan módon felolvasom, mindössze 4-4,5 rövid verszak, tehát nem fog tovább tartani egy percnél a felolvasás, hogy a mindenektől elhagyott csontok fölött magam vezeklek. Mert szólottak a koponyák, s én rendeltettem őrizetnek. Ezékielhez szólt az Úr, és válaszolt a bizalomra, és húst növelt a csontokon, s feltámadott a hekatomba. Én kérdezek, de nincsen Úr, hogy én helyettem válaszoljon, s nem lakik bennem hatalom, mely élő húst növel a csonton. Kinek mindenre joga van, az mihez kezdhet-e jogával? És kinek bocsássa meg a bűnt, amelyet senki el nem vállal? Gyökértelen is felszökik a bizalom törékeny szára. Az igazakat számolom, hogy tűz ne hújjon Szodomára. Az előadásnak, amely az 1944-es magyarországi embermentéssel foglalkozik, fel kell tenni a kérdést, hogy mi a szerepe az embermentés néven ismert tevékenység emlékezetének a Magyar Holokauszt közösségi, nemzeti közösségi emlékezetében. Továbbá, hogy mi a szerepe mindebben a közösségi emlékezet formálásában a szép irodalomnak. Az embermentőkre éppenséggel úgy szokás gondolni, mint akiket kivételes elszántságuk, kivételes bátorságuk kiemelt a közösségéből, vagyis kivétellé tett. Mint akik olyat tettek, ami ellentmond a józan mérlegelésnek, az egészséges életösztönnek, olyasmit, ami nem lehet általános erkölcsi elvárás, nem várhatjuk el kötelezően mindenkitől, túl van a mindannyiunkra vonatkoztatható morális előírásokon. Jól tudjuk, hogy a tételes jog ekkoriban ellentmondott az állampolgári jogegyenlőség eszményének éppen úgy, mint az Isten képére teremtett emberi lények eredendő egyenlőségének. Előírta emberi lények és állampolgárok csoportjainak stigmatizálását, szabadságuktól való megfosztásukat és deportálásukat, végső soron következményeiben a meggyilkolásukat. Lassabb, bocsánat. Jó, és akkor várok egy kicsit, és aztán tagolt leszek, és lassú. A kivételes állapotban a felfüggesztett törvényt követni kivételes viselkedés. Ha azonban kivételességük kiemeli az embermentőket a közösségből, akkor minden tettük merőben egyedi és személyes kell, hogy maradjon. A közösségnek saját vonatkozásában legalábbis alig van mire emlékeznie, ha rájuk emlékezik. Csak akkor más a helyzet, ha a kivételes cselekedet szervesen nőtt ki a közösség szándékaiból, úgy nőtt a közösség felé, hogy mintegy meghosszabbította annak saját szándékait. Közösségként követni nem tudták a tettet, de őket reprezentálta a gesztus. Hogy az egyik legismertebb és legkézenfekvőbb példánál maradjunk, Dugovics Titus önfeláldozásának mitológiája ilyen eseményként él a nemzeti emlékezetben, ugye függetlenül attól, hogy így megtörtént-e. Az a kérdésfeltevés, hogy a 44-es embermentés eseményei hogyan mutatkoznak meg versekben, drámákban, elbeszélésekben, nem zárja ki azt az előfeltevést sem, hogy a szép irodalom azzal segíthet a közösségi, a nemzeti emlékezetnek, ha egy kivételes figurák kivételes történetét, amelynek elbeszélését maga a történelem már eleve rendelkezésünkre bocsátotta, példaszerűen, emlékezetesen újra meséli. Ez alig ha kínálna valódi tapasztalatot számunkra,
valódi esztétikai tapasztalatot, amennyiben annak, ahogy egy jeles német hermeneuta filozófus Hans Georg Gadamer gondolta, elkerülhetetlenül része már, mint a valódi tapasztalatnak, valamilyen negativitás is, vagyis nem lehet tisztán önigazoló jellegű. Az ugye nem tapasztalás, hogyha azt állapítjuk meg egy könyvet letével, vagy egy filmet végignézve, hogy jé, tényleg már megint mindenben teljesen igazam volt. Ugye ebben az esetben nem tapasztaltunk semmit valójában. Az ilyen a voltaképpeni, vagyis az elbizonytalanító tapasztalás lehetőségét ki nem provokáló műalkotás szokás gicsnek nevezni. Az embermentés, mint a közösségi önigazolás eszköze pedig szükségképpen holokauszt gicset eredményezne. Vannak azonban más lehetőségeink is. Elsősorban talán az, ha a kivételesség esélyét nem valamiféle állandó, magától értetődő, egy-egy személyben mindig megbízhatóan rendelkezésre álló jellemvonásként fogjuk föl, ha azt a kérdést tesztük föl, hogy milyen a viszony a kivételes és a hétköznapi között, hogy kik voltak azok a hétköznapi emberek, akik kivételessé lettek. Ha egy figurát a jellemvonások, tapasztalatok, szándékok, szorongások és véletlenek percről percre változó, formálódó, mindig épp aktuális találkozási pontjaként alkotunk meg, már ugye feltéve persze, hogy szép írók vagyunk. A tanító úr figurája például Kertész Imre Kadis a meg nem született gyermekért című regényéből a szó leghagyományosabb értelmében nem embermentő. Nem bújtathat, nem védhet, nem tüntethet el senkit, nem gyárthat hamis papírokat, egyszerűen azért, mert maga is deportált az áldozatok csoportjából való, és nem az embermentőkéből. Csak annyit tehet, hogy megkeresi az ételadagjával az elbeszélőt, ugye az emlékezetes jelenetben bizonyára, akik olvasták, emlékeznek önök közül, megkeresi ételadagjával az elbeszélőt, akinek ez az adag jár, úgymond, annak ellenére is, hogy tette a láger észszerűség minden elgondolható fogalmával, homlok egyenest ellenkezik. Az elbeszélő praktikus vonatkozásban úgy értékeli, hogy a fejadag nélkül alig ha maradhat életben, de nem csak ez teszi azt, ami történt embermentésé, mármint az a praktikus igazság, hogy amennyiben a tanító nem viszi vissza a fejadagot, akkor az elbeszélő szükségszerűen meghalt volna. Hanem a dolog végtelen hétköznapisága, magától értetődősége, mint egy rutinja, legalábbis a tanító úr perspektívájából. A tanító úr arcán némi sértettség látszik, értesülünk az elbeszélőtől, amikor szembesül a meglepettséggel. Hát, hiszen hogyan is tehetett volna másként? A fejadag nem az övé volt. A magántulajdon, mármint hogy ugye az kaja a fejadag magántulajdona, és egy idegen, ismeretlen élet szentségének ebben a közegben különösen, tökéletesen képtelen tisztelete, hiszen ne felejtsük el, hogy ugye nagy mértékben megnöveli a túlélés esélyét, ha az ember megeszi a másik fejadagját, amely mintha mit sem tudna arról, hogy ez a döntés önfeláldozás, méghozzá a lehető legsúlyosabb önfeláldozás, mindez egyszerre komikus és rutinszerűségében kivételes. A hétköznapi szabálytisztelet az, hogy a törvény megtagadását a tanító úr egyszerűen nem vette észre. Nem vette észre, mintegy, hogy hol van, hogy ez nem magától értetődő, amit csinált. Ez legalábbis nem engedi saját viselkedésében érvényesülni, legalábbis nem engedi ugye a törvény felfüggesztését saját viselkedésében érvényesülni, és épp ez a magától értetődőség, ez a rutinszerűség válik ebben a kivételes állapotban maga is kivételessé. Feltűnő, hogy a tanító úr egyetlen regény pillanatra tűnik föl, olyas valakiként, aki ezt hangsúlyozza a szöveg, az elbeszélő és az olvasó számára is lényegében teljesen ismeretlen. Ugye nem tudjuk a nevét, mármint hogy a polgári nevét. A név, amelyen ismerik maga is, enigma. Ugye azt se tudjuk, mint mondja az elbeszélő, hogy mitől tanító úr ő. Senki nem tudja, miért szólítják az illetőt tanító úrnak. Gesztusa és személye kivétel, vagyis idegen elem a történetben éppen úgy, mint elbeszélésével. Ugye mintegy Deus ex machinaként érkezik. Bizonyos értelemben annyiban is kivétel, hogy ugye nem tartozik
még a deportáltak közösségébe is nem ismerjük. Nem tudjuk ki, ő feltűnik titokzatosan, megcsinálja ezt az egyszerre hétköznapi és kivételes gesztust, és aztán újra eltűnik a deportáltaknak a sokaságában. Örökre többé nem kerül elő a szövegben. Hasonlóképpen alakul át a puszta kötelességtudat, a puritán ridegség, a rugalmatlanság és az empátia hiány, a merev szabálytisztelet embermentő kivétellé a Matula Leánynevelő Intézet igazgatójának, Torma Gedeonnak a szavaiban, ezt ugye Zsuzséva híres rendezésében minden magyar állampolgár, de tényleg aki elmúlt 8 éves kívülről tudja, amikor nem adja át az alig, hanem Kis János altábor nagy történeti figurájától ihletett ellenálló lányát, Vitai Georginát, Kuncz Ferinek. Ugye természetesen a szó szigorú értelmében ez sem embermentés, hiszen a Gina nem azért van beszélben, mert zsidó, hanem mert a papája megkíséreli megszervezni a megszállással szembeni fegyveres ellenállást. Őt Kuncz Feri nem utasíthatja, mondja, mármint ugye mondja hát a Básti Lajos, tehát Torma Gedeon igazgató úr, mert neki nem előjárója, előjáróján kívül pedig csak egyetlen tekintét ismer el, amelynek aláveti magát, ez pedig a megváltó Krisztus. Ugye mindannyian emlékszünk, hogy a földön az árkodi püspök, és az égben a megváltó Krisztus parancsa vonatkozik rá egyedül. Ugye az a református hagyomány, amelyet eddig komikusként és pusztítóként bemutatott merevségében látunk, ugye szekálják a luxus elleni, ezt mindannyian tudjuk ugye a Max Webertől, ha máshonnan nem a luxus elleni végtelen bizalmatlansága és puritanizmusa ugye úgy jelenik meg a kálvinista tradíciónak a Matula falai között, hogy pokollá teszi a lányok életét, de tényleg nyilván emlékszünk a rideg és merev és puritán előírásaival, vagyis egészen idáig ezt a tradíciót végtelenül ellenszenvesnek érzékeli a szöveg szándékaira ráhangolódó olvasó. És itt ugye azt látjuk, hogy ez a tradíció, az ugye hirtelen felmagasztosul, akkor, amikor ugye ugyanazzal a csökönyös és értetlen merevséggel azt mondja, ugye nem arra hivatkozik, hogy de hát bántanák. Nem arra hivatkozik, hogy ez egy embertelen parancs, egy embertelen hatalomtól, és így tovább. Arra hivatkozik, hogy nekem a maga parancsa nem parancs. Nekem maga nem előjárom. Miközben világos, hogy ettől a dolog ugye, hogy mondjam, ugyanolyan nagyszabású lesz, sőt. Ez az ember végtelenül következetes a maga roppant merev, bizonyos értelemben korlátolt, puritán és szigorú erkölcsi elveihez, és az, amitől idáig egy idegesítő teszett osza öreg legénynek tűnt, az is volt, az hirtelen, anélkül, hogy ő egy jottányit is megváltozna, sőt, az felmagasztosítja, ha tetszik, akkor úgymond embermentővé. Vagyis itt úgy változik át a református hagyomány komikusként és pusztítóként bemutatott merevséggel, hogy azonos marad önmagával. Az igazgató, akár csak a hit őt megelőző nagy magyar tanúi, a gályara protestáns prédikátorok a hit kősziklájára építette házát. Ugye neki csak a megváltó Krisztus parancsolhat. A kellemetlen, érzéketlen, magányos öregember, aki pokollá teszi a lányok életét a házi rendel, a törvényt megalapozó kivétel létéről tesz tanúbizonyságot azzal, hogy éppen úgy viselkedik, mint mindig. Nem gesztusokból teremt figurát, sokkal aprólékosabban dolgozik a személyes és történelmi emlékezet szálait egymáson folyamatosan átbújtató Sándor Iván önéletrajzi ihletésű regénye a Követés, amelynek elbeszélője feltárni próbálja a nyomokat, amelyeket 1944-es kisgyermek önmaga hagyott, amikor bujkált, tehát lényegében a nyilas hatalom átvételtől Budapest ostromán keresztül az ostrom lezárultáig. Beleírni Budapest történetébe ezeket a nyomokat, szöveggé tenni, ezzel eltörölni, és egyúttal így szövegként megőrizni őket. Így próbál a regény a történeti fikció segítségével arcot adni Karl Lutznak, az embermentő svájci diplomatának is, akinek Sándor jó részt maga is köszönheti az életét, mind a regény fikció szövetében, mind pedig a valódi személyes élettörténete tekintetében. Ugyanakkor világossá válik a szövegből, hogy a nyomokból összeálló történetek nem lezárhatóak, hogy amit rekonstruálunk, az nem maga a múlt, hanem csak a képe,
és az értelmezés munkáját, vagyis a szöveg címét adó követést nem fogjuk tudni soha abba hagyni, átalakul, mint egy közösségi feladattá a regény szövegből. Feltűnő azonban, hogy Sándor Iván történeti fikciója is úgy kísérli meg megrajzolni Lucz alakját, mint aki végső soron szintén fegyelmezett és kötelességtudó hivatalnokként válik hőssé, belső és külső szabálykövetés révén lesz kivétellé. A kivételes és a mindennapian infernális érintkezésének feszültsége a legélesebben, talán Székely Magda visszaemlékezéseiben az Éden című önéletrajzi interjú kötetben mutatkozik meg. Ugye igyekeztem műnek maradni a feladathoz, és szigorúan a magyar szép irodalomból válogatni. A Mezei András kérdéseire felelő költő egészen sajátosnak tűnő holokauszt és embermentés tapasztalatról számol be, idézem, szerintem meghökkentő és megrázó. Engem nem a megélt borzalom viselt meg, áll a könyvben. A tehetetlen megaláztatás és a félelem rongálja meg legjobban az idegeket. Az enyémet legalábbis ez rongálta meg. Lehet, hogy mint minden, ami velem történt, ez sem tipikus. Hol láttam én kegyetlenséget, meg borzasztóságot? Mielőtt folytatom, ehhez bizonyára sokan tudják, de nem kizárt, hogy nem mindenki. Tudni kell, hogy a Székely Magda nem volt, vagy viszonylag rövid ideig volt a egy csillagos házban, illetve védett házban, bocsánat, nem ment be az édesapjával a nagy gettóba, a svéd vörös kereszten keresztül, úgymond kiutalták apácáknak, akik bújtatták az ostrom végéig, és utána az édesapjával találkozott, aki a nagy gettóban élte át és túl az ostromot, a mamáját pedig elvitték. Tehát azt nem pontosan tudni, hogy hol, mikor és hogyan, de őt meggyilkolták, ő nem élte túl a háborút. Oké, tehát hogy a dolognak az a tanulsága, hogy őt nem deportálták, nem volt a nagy gettóban, közvetlenül viszonylag keveset találkozott a gyilkosokkal. Úgymond, ugye ő az apácák között élte le viszonylagos védettségben 8 évesen a nyilas uralmat és az ostromot. Lehet, hogy mint minden, ami velem történt, ez sem tipikus, ugye ebben az értelemben sem. Hol láttam én kegyetlenséget, megborzasztóságot? Hol éltem át a megaláztatást, az elnyomást? Azoknál az apácáknál, akik amúgy mellesleg megmentették az életemet. Ők voltak a szörnyűek nekem, akik az életüket kockáztatták értem. De hát ők teljesítették meg a gyerek tudatban az idegenséget, ridegséget, értetlenséget. Bocsássanak meg nekem érte. Az apácák eleve két világpolgárai. A törvényszerű és a kivételes meccéspontjában élnek. Elkötelezték magukat egész életükkel, egy e világ törvényeit meghaladó és megváltó ígéret mellett, annak mindennapos tanúságtevői a világban, úgy értem, hogy minden apáca azzal, hogy apácának állt. Nekik, ha tetszik, mint egy hétköznapi rutinjuk tehát a kivételesség jegyében cselekedni, és valóban így is tesznek, valóban mechanikusan viselkednek a kivételesség jegyében. Unott, gyakran érzéketlen rutin dolgozik bennük, Székely Magda visszaemlékezése szerint. Mechanikusan, bármilyen részvét és együttérzés kimutatása nélkül kezelik azt a 8 éves rossz kisgyereket, a kis Székely Magdit, akit a svéd vörös kereszt közvetített ki hozzájuk. Aki rájuk akaszkodik, panaszkodik, nem hagyja őket tenni a dolgukat, mert egyfolytában a nyilasok által a szemelátára elhurcolt édesanyjáról, és folyamatos életveszélyben lévő apukájáról, rokonairól akarna mesélni nekik, akik egyébként, vagy legalábbis némelyikük azt is érezteti vele, hogy nem csak mint úgymond rossz gyerekről, de mint zsidóról is megvan a véleményük róla, és közben viszont valóban minden kétséget kizáróan megmentik az életét, és ezért valóban és minden kétséget kizáróan kockáztatják a sajátjukat. Az Árdát az ostrom alatt bombatalálat éri, az apácák a rájuk bízott gyerekekkel együtt egyre kiszolgáltatottan sodródnak a városban az ostrom utolsó napjaiban, vagyis hogy nyilván közvetlenül a bombatámadás a bújtatással nincs összefüggésben, de hogy milyen valódi és nagyon súlyos kockázatról van szó, amelyet felvállalnak az apácák a kisgyerekekért, akiket borzasztóan nem szeretnek, és akikkel borzasztóan érzéketlenül viselkednek, és akiket megmentenek.
Mindez elsősorban nem rossz indulat lehet, hanem reflektálatlan rutin. Nem a gyerekek személye ellen irányult, hiszen Székely minden személyesség nélkül beszél a zárda általában vett iszonyú légköréről. Idézem is. Pisi szag mindenütt. Piszkos gyerekszag. Homály. Mindig csak 25-ös égők égtek. Mintha minden fal zöld olajfesték kellett volna befestve. Rideg tantermek, egyetlen nagy hálóteremben alszik mindenki, két gyerek egy ágyban. Szörnyű éjszakákra emlékszem, amikor nem lehetett sírni sem, mert felébrednek. Bár én egy szörnyű gyerekkorra emlékszem vissza, onnét a zárdából visszatekintve mégiscsak egy elkényeztetett kis egyke voltam. Unoka húga Kati, akivel együtt bujkált, idézem, kék szemű, pici lány volt, mit sem értett az egészből, tehát őt mindenki szerette, mert nem sírt. Én csúnya kislány voltam, aki folyton bőg. Hisztérikus. Egyetlen eleven idegrohan. Minden felnőtthöz odasündörögtem, és csak mondtam, hogy tessék elképzelni velem, mi történt. És mondtam mindenkinek, és az anyukámat is elvitték, mondtam, és kinevettek, és szittak, és azt mondták, hogy én nem vagyok igazi úrégyerek, mert így viselkedem. A beszélő világosan a másik szemével tekint magára, mint egy interiorizálja, belsővé teszi a külvilág szemrehányásait, csúnya, hisztérikus, ideggyenge, erőszakos. Idézem, nekem is sok csúnyát mondtak, hiszen én ott egy kellemetlen kis bújtatott voltam, ha az ő szemükkel nézed, és nem az enyémmel. Ezt pár mondattal később olvasható. Ha akarjuk, akkor még bizonyos zsidósággal kapcsolatos sztereotípiákat is észrevehetünk a szövegben. A hisztéria mindenképp utalhat erre, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy nagyon népszerű panel, és a lányok közti belső szembeállításban is megbújhat. Kati ártatlan és kékszemű, Magdi csúnya és hisztérikus, akaracos, tehát az apácák szemében valahogy zsidóbb Katinál. Az ok nélküli bűnösség a döntésektől és tettektől független zsidó bűnösség képzetének fenntartását tekintve is folytonos az, amit eddig az arctalan külvilág tekintete közvetített azzal, amit a zárda közvetít. Nem csak azt hányják a megmentettek szemére, hogy hogy viselkednek, hanem azt is, hogy a szüleik nem küldtek velük ruhát, hogy még ezt is nekik kell biztosítani. Ez valódi probléma az ostrom alatt természetesen, és persze mitől is volna az apácáknak nagyon nagy mennyiségben gyerekruhájuk. Tehát, hogy egyfelől érthető. Mintha egyfelől ők tehetnének szüleik esetleges mulasztásairól, de legalábbis valahogy jellemző lenne rájuk, hogy micsoda szülei vannak. Másfelől, mintha nem éppen azért volnának itt a lányok, mert a szüleiknek ugye az ismert okokból nem áll módjukban gondoskodni róluk. Ezekben a szövegrészekben tehát a másik tekintete, ugye Sartre-t idézve, vagy parafrazálva, amely zsidóvá tesz, azonos a megmentő, az embermentő tekintetével. Ezzel kapcsolatban tűnhet föl, hogy az embermentőknek, mint csoportnak, az apácáknak a tekintete, nem gerjed be, jó, általában nagyon is erősen érezhető súlya van jelen az elbeszélésben és az emlékezésben, az önéletrajzi alak megformálásában, nekik maguknak arcuk azonban egyáltalán vagy szinte egyáltalán nincsen, egyetlen személy sem válik ki csoportjukból, pontosabban egyetlen egy elrajzolt és riasztó arc személyesíti meg, úgymond az apácákat. A megmentő arca vöröses, szeplős, széles és hát egy picit idegbetegen dúlt arc, mondja a visszaemlékező. Az idegesség és a félelem, ugye, mert tudjuk azt, hogy az apácáknak az arcán, a szemén is látszik, hogy természetesen ők is félnek. Az idegesség és a félelem érthetően közös. A megmentő és a megmentett tekintetében, annak ellenére is, hogy mint rendesen a megmentett alárendelt, kiszolgáltatott megmentőjének, hogy ugye ez mindig aszimmetrikus ez a viszony, ugyanakkor mindketten kiszolgáltatottak náluk nagyobb erőknek, amelyek elő végeredményben közösen bujkálnak. Dúlt, ideges tükörtekintetek. Felismerül egy pillanatra, hogy talán a vörös apácai zsidó származású lehetett. Az egyik lány, idézem, aki feltehetően, ezt utóbb gondolom, ugyanúgy bujkálhatott, mint mi, azt mondta erről a vörös apácáról, hogy mit hordja úgy fenn az orrát, ő is épp úgy került ide, mint mi.
ő az egyetlen látható apáca, akinek ugye megismerkedünk az arcával, vagy annak a torzképével. Lesz az is ugyanakkor, aki talán azért, hogy kompenzáljon, talán másokból, fai retorikával tünteti el a rábízottak arcát, egyediségét, míg másfelől eszközzé teszi őket. Ő volt az, aki azt mondta nekünk, hogy utálja még a fajtánkat is, és ha nem a lelki üdvösségéről volna szó, akkor ugyan nem csinálná az egészet. Az ostrom utána már orosz felhatóságú újra mön egy sváb családnál tört pár hetet Magdi és Kati. Azt tanácsolják, várják a szülőket, akikről akkor ugye még nem tudni, hogy megmaradtak-e, vagy hát illetve a papa, és hogy előkerülnek-e, jelentkeznek-e értük. Azt tanácsolják nekik az apácák ennél az ürömi sváb családnál, hogy ne mondják meg, hogy zsidók, mert befogadóik van antiszemiták. Nem tudjuk meg, igaz ez, vagy csak a svábokkal kapcsolatos sztereotíp feltételezése az apácáknak, hiszen valóban nem derül ki ott létük alatt a kislányokról, hogy zsidók. Annyit tudunk csak az ürömi családról, hogy önzetlenül szeretik a két árva, úgymond árva lányt, akikről semmit sem tudnak. Tehát, hogy valóban tökéletesen önzetlenül szeretik őket. Nem igazi embermentők ők sem, mert a gyerekek zsidóságuk miatt már nincsenek életveszélyben, a front már elhagyta Ürömöt, és hát ugye perceken belül véget ér Magyarországon a háború. Tehát nincsenek életveszélyben, és így azok sincsenek életveszélyben, ez a sváb család, akik segítenek nekik. Nem igazi embermentők azért sem, mert nem tudni segítenének-e, ha tudnák, kiken segítenek. Viszont az kétségbe vonhatatlan, hogy az ő gyengétségük jelenti, kis túlzással még a holokauszt előtti rémes családi atmoszférát is beleértve, a gyengétség szinte egyetlen hozzáférhető tapasztalatát Magdi számára. Azért a gyengétségét, amelyet véglegesen elvesz majd, mivel hogy a mamája soha nem érkezik haza. A sváb családtagjainak sincs arca, egyetlen nyomuk az elbeszélői emlékezetben a tiszta, valószínűtlen érzéki örömé. Az evésre emlékszem. A tejre emlékszem, a szilva ízes kenyérre emlékszem, és a babára emlékszem, amelyet kapott a papától, a családfőtől. Kik hát az embermentők? Idézem tovább, nem tudom, mi lett velük, zárul le a történetnek a sváb családról szóló része. Kitelepítették-e őket, vagy ott vannak, nem tudom. Biztosan kitelepítették őket. Zárul tűnik el újra a teljes ismeretlenségben a történetük, és úgy tűnik el a horizontról, hogy visszasüllyed a fai megkülönböztetés végtelennek tűnő történetében. Ugye abban van valami egészen szívszorító, hogy valóban minden bizonnyal ezeket az embereket, mint svábokat zavarták el. Vagy legalábbis jó esély van rá Magyarországról. Akárhogy is, az embermentők e tanúság arctalan és gyakran durva megjelenítői is kivételek voltak, mint a tanító úr, mert a törvény felfüggesztésének idején cselekedeteikkel egész kockára tett életükkel tettek bizonyságot a törvény érvényessége mellett. Még akkor is, ha közben másfelől, hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, reprodukálták is annak a szerkezetét saját belső világukban, ami ellen a külvilágban fellázadtak, akárhogy is kivételek voltak. És ez talán segít válaszolni a kiinduló kérdésre is, hogy mit jelent egy közösség számára, mennyiben igazol egy közösséget, hogy akadtak tagjai között, akik nem a közösségre jellemzően viselkedtek, hogy sokan akadtak ilyenek. Ábrahám azért keresett, és akkor itt visszatérnék a mottóban idézett versre, akár csak alig egy néhány olyan szodomait is, akiktől idegen volt Szodoma gonoszsága, mert aggódott a gonosz Szodomáért, és óvni akarta az a helyzet, hogy Ábrahám szerette Szodomát. Mert úgy tudta, hogy a törvény tanúsító kivétel alapozhatja meg egyedül a törvényt. Ahogy idéztem, gyökértelen is felszökik a bizalom törékeny szára, az igazakat számolom, hogy tűz ne hújjon Szodomára. A bizalom lényegéhez tartozik, hogy nincs biztos alapja, aminek van biztos alapja, az tudás, és nem bizalom. Amikor Ábrahám hitet tesz egy közösség mellett Isten előtt, ő sem hivatkozhat másra, mint azok tanúságára, akik bár mások voltak, mint a szodomaiak, mégis Szodoma polgárai voltak, eltéphetetlenül kötődtek a városhoz. Hogy voltak ilyenek, szerinte Ábrahám szerint elég kell legyen a kegyelemhez.
És valóban mindannyian Szodomáért szorongunk, a közösségért, amelyben mi is élünk, mindannyian a kivételek is éltek, vagy ugye, hogy utaljak arra a sorra, amelyet folytat Székely Magda sora, dolgozó kis költő kis bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. De mit jelenthet a versben a lírai én, mint egy önmagának adott feladata, amit a legelején idéztem, a mindenektől elhagyott csontok feletti űrizet, ha tudjuk, nem lakik bennünk hatalom, mely élő húst nevel a csontok. Bocsánat. A felütés világos utalása Székelyt erőteljesen ihlető Pilinszky János apokrifjének indítására is egyébként, mert elhagyatnak akkor mindenek. Miben áll az emlékezetnek a jövőre irányuló feladata ebben az esetben? Az idézett vers, ahogy tűz ne hújjon, angol fordításának pontos, értő címe a szodomaiak megmentése, és ennyiben valóban az idézett Radnóti verse nem tudhatom továbbírása, ez a költemény, ugye, amelyik azon aggódik, hogy azt a magyar vidéket bombázzák a szövetségesek, ahol ugye ott él a bakter, meg a komondor, meg a költők és a csetszopók. Oké. Nekünk, a megmenekültek és elbújtatottak leszármazóinak, a közösségért viselt felelősségünkhöz tartozik a csontok őrizete mellett, újra és újra száll, a nekünket azt most természetesen egy olyan közösség nevében értem, akiket leírtam, tehát az elbújtatottak leszármazói, illetve a megmenekültek, a csontok őrizete mellett újra és újra számolni, számon tartani az igazakat, akiknek a tanúságára a törvény fundamentum nélküli világa épül, tehát arra kötelességünk vigyázni, hogy tűz ne hújjon Szodomára. Ezért választottam ezt a címet. Köszönöm szépen, tulajdonképpen ezt akartam.